Mindjárt indul a menet. Először is hello mindenkinek. Nagyon jól fogtok engem hallani mindjárt. Én a Farkas vagyok. Most éppen bemegyünk a BIOS-ba. Jó? Átveszem. Így majd jobban fogjátok látni. Az egésznek az lesz a lényeg, hogy mekkora proci áll rendelkezésre. Mondjuk 3-2-es. Összesen 2 mag. Jó? Tehát nem viszünk túlzásba. Nincs várakozás, ezek nem olyan fontos dolgok. Indulás. Jó. Amiről futunk, azt is meg kell majd mutatnom. Ez egy pici vinyó. A pici vinyó az azt jelenti, hogy laptopba való, de SATA végződésű vinyó. És hát mivel ő nem tudja csak a SATA egyet vagy kettőt, ezért a betöltési sebesség hát nem az SSD-kre lesz majd jellemző. Úgyhogy gyerünk! Kicsit homályos az a vacak. De nem baj, ez azért van, mert videó. A harmadik az nem kap képet. Na szóval ez a bemutatója az Ubuntu nevezetű 1710-es rendszernek. És nem virtualboxozunk, meg nem igénytelenkedünk, nem. Ez egyszerűen csak föl van telepítve és kipróbáljuk. Igen, kell hozzá egy nagyobb költség, például 5-6 ezer forint, hogy vásároljunk egy plusz vinyót, amit ilyen esetekben ugye föl lehet használni. Nem tudom megmagyarázni a kontraszt különbséget, hogy itt miért olyan nagyon erős a background, és ott miért nem, tehát nem mindegy. Szóval, a szóban forgó rendszer az egy 1710-es rendszer. Igen, ez az állvány ezért van ide készítve, hogy nekem ne kelljen fogni. Azért megint elő kell vennem. Na, ugye látjátok, hogy nincs login. Nincs, de ott van. Na, a login az a következőképpen néz ki. Rendkívül igényesen szépen így néz ki a login. Rámegyünk, és akkor be lehet írni ezt a rendkívül bonyolult jelszót, amit ugye csak teszt alkalmával használunk. És akkor innentől betölt a csoda. A 17.10-es Linux rendszer, gyönyörű, szépen egymás után a monitorok, ugye bekötési sorrendben, hát ugye, hogy be van kötve. Na és akkor innen indul az érdekesség, hogy ez már egy betöltött rendszer. Ja. Így. Megpróbálom az egészet megmutatni, mert hát az mégiscsak poén. Azért látjuk csak az első monitort, azért van így betéve a kamera, mert a többi az ilyenkor nem szokott játszani. Tehát a többi monitor az nem olyan fontos, tehát azon most nem fog bemutatni semmit, jó? Az első monitor az baloldali, és a baloldali monitoron itt alul, elvileg látjátok, itt van nekem pöttyök. Na ott van az új DES, amit ugye nem DES-nek hívnak, hanem alkalmazás megjelenítő gomb, mert sokkal jobban hangzik, nem? Na, ez a mappa, ami itt van, ez a saját mappánknak ilyen fájlkezelőt kell elképzelni, és elvileg, kicsit nagyobbra állítom ezt az egész részt, jó? Valahogy így. És akkor elvileg már ti is nagyon jól látjátok, hogy van külön az asztal, dokumentum, egyebek, ez külön mappa, azt én raktam föl. Képek, videók, sablonok nyilvánosra. Tök sablon, az összes többi Ubuntu-ba hasonló dolgok vannak, tehát itt is ugyanarra kell felkészülni, egy egyszerű, áttekinthető, rendezett kinézet, vannak ugye rejtett mappák, de azok nagyon nem kellenek nekünk, ez nem egy olyan fontos dolog. Ami nekünk igazán kell, hogy a képeket, a videókat, a munkát, tehát dokumentumot, a zenét, ezeket eltárolja, ráadásul hozzáférhetően és áttekinthetően, jó? Tehát ez ugyanúgy működik, ahogy eddig. Képekben ugye videóta képek vannak, zenében abban nincsen. De viszont kiírja, hogy a mappa üres, tehát az előzők még ezt se csinálták. Jó? Van egy olyan, hogy a saját fiókod, mint Google, Facebook, ugye a Google-be tartozik a Gmail, a Drive, a
YouTube, minden abba tartozik, és ugye a Google-éve bejelentkezel, akkor neked itt külön, mint egy Winchester, mint egy külön adattároló, megjelenik a fönti felhő adattárolóba a drive-ot, hogy innen simán, mint egy külső vinyó, mint egy pendrive, de föl lehet tölteni bármit. Jó, megvárjuk, amíg bepingeli a szerver, de itt vannak a cuccaim fönn a drive-on. És akkor csinálok egy ilyet, hogy ezt mondjuk ide a sarokba, akkor nyitok még egyet, ez meg, mit tudom én, most mondjuk nem nyílik meg, tehát nem értem, mindegy, új ablakot kell nyitni, és akkor új ablak megnyílik, mindegy, és akkor kijelölöm a képeimet, és akkor azokat át lehet tölteni a drive-ra. De egy böngészőt nem vettem még elő, mert a drive-on külön lehet pakolgatni, nem kell külön drive program, nem kell külön semmi, hanem szépen magától följelentkezik arra a fiókra, amit te beregisztrálsz. Itt is látjuk természetesen, hogy itt van egy külső vinyó, ez a farkasgmail.com, de ez nem külső vinyó természetesen, ez csak egy kapcsolódási pont. De ez is nagyon vicces, hogy itt így megjelenik, tehát marha jó. Oké, szóval kezdjük ezt a felső részt, jó? A felső részen, tevékenységek részen itt lehet a monitorokat változtatni. Ez csak is kizárólag azokra vonatkozik, akiknek egyetlen monitorja van, és különböző asztal területeket lehet változtatni, egyes, kettes. De hozzá lehet adni többet, de szerintem a kettő is bőven elég. És akkor az egyes munkaasztalon, mit tudom én, nyitva van ez a két dolog. Mindjárt. Nem tudom, most kérdőtem ennyit van. Ja, hogy nincsen. Igen. Hogy nincs mit lejátszom. Hát mondjuk természetesen ez az én saram. Mindegy. Hát nincsen zene. Tehát semmit nem adtam hozzá. Most a tevékenységekbe visszamegyek, akkor én ezeket át tudom pakolni a következő asztalokra. És mindig N plusz egy asztalom van. Tehát, hogyha kettő ablakot kettőre rakok, megnyit még egyet. Jó? Hogyha ezt visszapakolom, mert nekem elég egy, akkor megszűnik az ablak, amin nincs semmi. Megszűnik, tehát nem kell vele foglalkoznom. Jó? Tehát mondjuk most nem akarok zenét lejátszani, csak mutatom, hogy ez a zenelejátszó podcastet le tud tölteni, online rádiót tud hallgatni, hát ilyen alapvető dolgokat, mint a Winamp, a Windowson például. Jó, ezt is becsukjuk. Itt jobbra fölül van a kijelentkezés, a hangerő, a VPN, a vezetékes kapcsolat, itt a beállítások menü, azt külön kitettem magamnak ide, mert szerintem egy külön gomb az erre jobb. Sajnos nem lehet nagyítani, úgyhogy próbáljátok megoldani, hogy elolvassátok, jó? Tehát itt van fönn a Wi-Fi, hát mivel asztali gépen nagyon nem talált Wi-Fi adaptert, ezt mondjuk nem értem. Bluetooth adapter sincs benne. Na, megérkeztünk a legrosszabb részhez, a háttér beállítása, ugyanis az Ubuntu srácok, akik ezt a 17.10-et írták, arra gondoltak, hogy az emberek 95%-a laptopon fogja használni, nem pedig asztali gépen, és hogyha asztali gépen használná, sem fog egy monitornál többet bekötni, mint ugye itt látjuk, hogy itt van több monitor is. De hátteret a következő gépen lehet változtatni, hogy vannak előre definiált hátterek, gitáros, rányomok, nem történik semmi. Kicsit idebb húzom, jó? Tehát rányomok, nem történik semmi, ki kell jelölni. És akkor megjelenik a gitáros háttér az összesen. Oké, menjünk ide-vissza. Tehát van külön az előre definiált háttér, ami... Hát... Kitaláltam erre egy jó szót. Hát, hogy szegényes. Igen? Aztán vannak képek. Well, a képek mappába felvett képek itt megjelennek, de nem jelentek meg, hanem... Hogy ezek a képek itt valahogy nem jelennek meg. Ez... abszolút kérdőjeles, ezt sajnos nem értem. És vannak színek. Na, a laptopon, mondjuk, hogyha 95% laptopot használ, milyen szín tennél be háttérnek? Barna, kék, zöld, szürke, sárga, meg fehér. Bakker, fekete nincsen? Nincsen, de van rózsaszín. Hát nem, ki használ a rózsaszín hátteret? Hát csajok, nem? Tegyük be ezt a másik hátteret, ez... vagy mit tudom én, ezt a deszkásot, nem? Úgy be van deszkázva a háttér, de itt sokkal jobb. Oké, menjünk tovább, jó, ezt így bezárom, mert a képek mappa most nem kell. Indító panel. Well, ez olyan szinten összezavaró, hogy nem semmi. Szóval az indító panel, ez a sor, ezt hívja most valamilyen indító panelnek. Itt lehet bekapcsolni egy R-rejtse,
Tehát, hogy eltűnjön, vagy ne tűnjön el. Most például nem tűnik el, pedig be van kapcsolva. Ezt most nem túlzottan értem. Mindegy, kikapcsoljuk, hogy ki ne tűnjön, az nagyon jó, hogy van. Itt lehet az ikon méretet állítani, hogy mekkorák ezek az ikonok, amik itt vannak. Jaj, még egy fontos dolog. Ezt sajnos meg kell mutatnom. Oké. Okay. Szóval itt látjátok, hogy ez a indító menüsor, ez melyiken jelenjen meg? Hát na, ezzel nem segítettél semmit. Nem az, hogy A, B, C, vagy mit tudom én, 1-es, 2-es, 3-as, semmi, mindegyik ugyanaz. Hát így most honnan tudjam, hogy melyikre gondolsz? Ja, hogy nem lehet tudni. Aha, hát akkor fuck you. Meg a ragadós szélek. Nem tudom, az ubuntusok emlékeznek rá, hogy a két monitor között vannak úgynevezett ragadós szélek. Itt nincsen ragadós szél. Tehát a szélén nem ragadod az egérkurzor. Hát, menjünk ide. A 1-es, 2-es monitorhoz. Well, itt már van. Tehát oda ragad. Tehát ezt mondjuk nem értem. Jó, mindegy. Menjünk tovább. Tehát nem tudjuk, hogy melyik monitor az, ahova a kijelzőt tesszük. Tehát ez nem segít. Oké. Okay. Jó, elvileg nem rezeg. Jó, a következő, azt mondjuk, hogy megbeszéltük, értesítések. Felugró értesítés van egyáltalán, vagy mindent kikapcsoljunk? Aztán van zárulási képernyő, archívum kezelő kétszer, banner tervező, fájlok kétszer, hálózat, hogy melyik értesítsen, melyik nem, teljesen szépen meg van csinálva. Személyes fájlmegosztás, szoftverek, igen, nem, melyik jelezzen, melyik ne jelezzen, teljesen tűrhető. Keresés. Amikor te itt keresel, azt meg külön mutatom, mert ez nagyon durva. Tehát amikor itt keresel, akkor hol keresem? Fájlokban, jelszavak, naptár, számológép, stb. Mit hol keresem? Oké? Okay. Terület és nyelv, ugye ez a billentyűzetre vonatkozik, meg az általános beviteli nyelvre, az egész rendszernek a nyelvére, akadálymentesítés, hogy nagy kontraszt, nagy szöveg, halláskárosodás, gépelési problémák megoldása, online fiókok. Az online fiókokban én bejelöltem a Google-t, kitöltöttem, érdekes, tök jól működik. Adatvédelem, képernyőzár, helymeghatározó szolgáltatás, használatélmény, hiba bejelentés, ugye automata, hálózati kapcsolat ellenőrzés, van, nincs, megosztás. Hogy osszam meg? Beírom, hogy neve, és nincs, tehát nem lehet bekapcsolni a fájl megosztást. Hang. Hangkezelésnél ugyanúgy működik, mint a többi Ubuntu-nál, hogyha több hangkártyád van, akkor többet látsz, külön ki be lehet kapcsolni, hogy legyen-e hangosabb, mint 100%, ez a laptoposoknak jó. Energiagazdálkodás megint a laptoposokra vonatkozik, hálózat, egyből írja, hogy wired, magyarul, ez egy nagyon szép szó, nem? Vezetékes internet, az mondjuk két szó és hosszú, mindegy. Itt lehet hozzáadni többet, hogy mit szeretnél hozzátenni, mindegy, nem adunk hozzá úgy hálózatot. Eszközök mappa. Tehát itt külön mappa van az eszközöknek, hogy nyomtatók, az még nincsen. Billentyűzet, hogy melyik gomb, micsoda, meg hogy át lehet ezeket állítgatni. Egérés érintő tábla. Ez az egész beállítás egyébként, tehát az egérben te ne keressél többet. Egérsebesség, természetes görgetés. Ez egy hatalmas poén, csak akkor mi vették el az összes többit. A természetes görgetés azt jelenti, hogy görgetés a tartalmat mozgatja, nem a nézetet. Ezt mondjuk tudom javasolni, próbáljátok ki, mert nagyon, nagyon nem semmi, ez valami. Kijelzők. Itt látjuk ugye a három monitort. Ilyen picibe. Nem tudom, valakinek van esetleg nagyítója az. Egy 4K-s monitoron akkor ez még kisebb. Egy 8K-son meg ekkora. Használhatatlan. Komolyan. Következő. Tájolás szépen be lehet állítani. Felbontás azonnal működ. Nagyon szépen meg van csinálva. Éjszakai fény. Éjszakai fényt lehet beállítani a monitorokhoz, ami melegebbé teszi a kijelző színét, tehát segíti megakadályozni a szemfáradtságot és az álmatlanságot. Automata, igen, nem, kézi vagy gépi, ettől eddig szépen be lehet állítani. Azoknak, akiknek ez hatalmas segít, ez egy nagyon-nagyon jó ötlet. Külső adathordozókról beteszünk, akkor mit csináljon? Vákuum rajztábla. Figyelj, csávó, nem tudom, mit látsz ezen a feliraton, én azt, hogy vákuum, bedugtam, nem látja. Tök jó, nem? Mindegy. Tehát ő nem ismeri föl.
Megint trükközni kell a driverekkel, mint a többi Ubuntu-ba, de utána működik egyből. Színek. Syncmaster, Syncmaster, Syncmaster. Melyik? Megint nem tudom, hogy melyik monitort állítom, hogy melyik lesz melegebb, hidegebb. Megint nem jó. Oké, következő. Menjünk vissza a mappából. Eszközökben voltunk, és utána itt van az, hogy részletek. A részleteknél is van több. Az általános névjegynél azt látjuk, hogy ez a 1710-es, meg hogy milyen proci van benne, fölismert a grafikát, a drivert nem rakta föl, nem is lehet fölrakni, mindegy, ebben majd később visszatérünk. Operációs rendszer típusa 64 bites, és akkor lehet frissítéseket keresgélni, de mivel nemrég volt frissítve, azért hát sok mindent nem fog találni, mondjuk, hogy kb. Semmit. Na, dátum és időbeállítás. Automata, nem automata, dátumizóna, stb. Felhasználókat lehet állítani, hogy hozzáad, elvesz, stb. Itt van fölül a feloldás. Tehát feloldjuk, besötétít, mint a Windowsnál. Fú, de jó. És akkor hozzáadás. És akkor általános felhasználó, vagy rendszergazdajelszó, vagy név, vagy ideiglenes, vagy nem ideiglenes. Fasság. Csak azoknak jó, akik többen jelentkeznek be ugyanoda. Oké. Most jön az a rész, amit itt direkt elhalasztottam, ez a bal alsó sarok, mert ez szép. Tehát a bal alsó sarokban van az összes program, illetve a dash-nek hívott rész, amit előtte dash-nek hívtak. Ide kattítsuk rá, és felszórja az ikonokat. Marha jó. Passziánsz, aknakereső, mahjong, ezeket automatikusan fölrakja. Ki kérte ezeket? Ha kérek valamit, akkor föl fogom tenni a szoftverkezelőből. De amíg én nem kérem, addig ne pakolgassam már marhaságot. Oké, Amazon. Nem tudom megindokolni. Itt van a fő indítóba. Nem én raktam oda, azt automatikusan odarakja. Egyszerűen nem jó. Természetesen kipróbáltam egy pár játékot. Egyik ilyen, másik olyan. Mindegyik szépen megy, lehet vele lőni, mit tudom én. Egyszerűen csak működik, tehát olyan sok dolgot nem igényel a dolog. Beállítások, cheese, ez a kamerakezelő, energiastatisztikát, hogy fú, most aztán mennyit használtál az aksiból például, fájlkezelő, böngésző, frissítéskezelő, indító lemezkészítő, indítópult, input method. Az mitől lett angol? Ez a billentyűzetnek a beállítása. LibreOffice, ebből is a legújabbat kaptuk. Ez a többi LibreOffice plugin, ugye természetesen, mint a Mahjong, Mindtest, azt is kipróbáltam, naptár, nyelvi támogatás, Open Arena, na. Ez egy nagyon jó példa. Na, mutassunk valamit a felhasználóknak. Ilyet még ti se láttatok, na ezt figyelj. Rendszer, beállítás, mint felbontás, itt látjuk a felbontást. Semmi, se jobbra, se balra, semmi felbontást nem tud. Csak ezt az egyet. Ja, meg hogy teljes képernyő vagy nem. Semmi mást. Egyszerűen nevetséges. Természetesen nagyon szépen működik, teljes képernyő, de nem lehet felbontást váltani. Oké, tovább. Itt tartottunk a legalján. Következő, ugye felgörgőzünk, teljesen szép. Távoli asztali kliens, zenelejátszó, segédprogram, gyűjtemény, ez külön mappa, software, fényképkezelő, sudoku program, össze értem, minek raktátok föl. Számológép, szkennerkezelő, szoftver és frissítések, szoftver központ. Szövegszerkesztés, terminál, ugye ez a konzol, itt lehet ninjázni, Thunderbird, levélkezelő, torrent, ugye aki szeret lopni filmeket, játék, stb. Videó lejátszó, és itt van két VLC, természetesen ez nem a rendszer hibája, ez a sajátom, mert én kétszer raktam föl eltérő módon, és most azt hiszi szerintem, hogy ebben most van valami különbség, ezért szépen meghagytam mind a kettőt. Ez természetesen nem a rendszer hibája, hanem nem is igényel több mondatot. Oké, szóval mindösszességében az egész rendszer nagyon szépen néz ki, nagyon jól meg van csinálva, itt fölül ez az összevont menü, ez mondjuk annyira nem tetszik, de átlátható, külön VPN, külön kapcsolódást lehet csinálni, Wi-Fi-vel is ugyanúgy látszik itt fölül a Wi-Fi. Nagyon jó kis rendszer, nagyon szép, villámgyorsan működik, pedig tényleg csak kettő mag van engedélyezve. Nem tudok róla rosszat mondani, annyi bajom van összesen, hogy hát a felbontásokat nem nagyon kezeli, ez valószínűleg a videokártya drivernek az oka, illetve annak a hibája.
játékok nem mindig úgy működnek, ahogy azt szeretném, például ilyen furcsa fejléce van, ez például a Mindtest nevű játék, olyan, mint a Minecraft, csak ingyen van, most éppen éjszakai menü van. Itt a Mindtest készítők is egy kicsit elmehetnek a sunyiba, nagyon szépen finoman fogalmazva, ugyanis van egy csomó minden, ami itt már nem jó, ami hibát generál valahogy. Ugyanis vannak ilyen jogrendszerek, jogosítványrendszerek, hogy most van egy ilyen konzol, ezt a konzolt lehúztam, és ide alulra be lehetne írni dolgokat, csak az a bajom, hogy azt írja ki, hogy nincsen jogosítványod arra, hogy változtasd ezt a dolgot. A Mindtestben, az új rendszerben, az új 4.16-osban már jogosítványrendszer van, és azokat a játékosokat nem engedi beállítást változtatni, akinek nincsen jogosítványa, úgyhogy jogosítványt kell csinálni ahhoz, hogy lehessen változtatni, például csalni lehessen, na, repülni, meg mindent varázsolni, stb. És a single playerben sem lehet, ott is már jogosítványt kell csinálni, szóval az előző verziókban olyan volt, hogy a single playerben lehetett csalni, ott lehetett bármit csinálni, és ugye csak a multiplayerben volt a jogosítvány rész. Itt most ennyi. De ez nem az operációs rendszer bemutatója, ez nem ehhez tartozik. Csak azt akartam mondani, hogy az összes játék nagyon szépen fut, eltekintve attól, hogy a képernyő felbontást azt nem igazán sikerült elsőre megérteni mindegyiknek. Összességében nagyon jó kis rendszer ez, csak nem gondoltak arra, hogy ezt több monitoron lehet használni, a háttereket nem lehet módosítani, például csinálok egy háttér letöltést, és akkor az a kép valahogy nem jelenik meg, mert nem pontosan a képernyő felbontása. Ez ennyi ideig tartott, mire megjelenik a böngésző, igen, ezt jól láttátok. És akkor lássunk egy wallpapert, ami, mit tudom én, ez a színes, ez marha jó, pontosan full HD és felbontású, igen, file mentése, és már nem is kell nekünk ez a vacak. Letöltésekből ezt a hátteret áttesszük a képekbe, ide beilleszt, itt látjuk a hátteret, hogy itt van, lecsukjuk, háttérmódosítás, ugye nyomunk egy jobb gombot, háttérmódosítása, és képek, és megjelenik a full HD-s háttér, de hogyha abban a pillanatban, hogyha másfajta háttérméretek vannak, már nem jelenik meg. Tehát innentől ezt így ki lehet jelölni, és akkor van egy ilyen hátterem. De jó! Itt viszont van egy piros folt, azt itt már nem látom. Tehát így levágja. Nem lehet szűkíteni, nagyítani. Mindjárt mutatok erre egy jó példát. 4K wallpaper, nem? És akkor egyből látjuk, hogy mi a leányzó felállása. 4000x 2600-as kép. Ugye természetesen ez a 4K-s felbontáshoz van közel valahol. Oké. Természetesen most is megnézzük a képet először. Letöltések. Itt van a kép. 4000x 2656, tehát teljesen hibátlan. Marha nagy felbontás lesz. Természetesen nem fogjuk látni. Képek. Beilleszt, itt van benne a képekbe, ezt be is zárjuk, mert nem is kell. Ezt még egyszer, ugyanúgy háttér módosítása, képek, nagy kép. Oké. Most összehúzta a 4K-s képet kicsire. Érdekes, nem? Az előbb meg levágta a pirosat a széléről. Mindegy, szóval működik nagyjából. A gond az, hogy nem lehet minden egyes monitoron hátteret állítani. Tehát minden egyes monitoron mindig ugyanaz lesz a háttér. Azt ha tetszik, ha nem, ez így lesz. Külön van az árulási képernyőnek, külön van a rendes háttér, aztán ennyi. Úgyhogy aki nem nagyon használ multimonitort, meg nem nagyon használ ilyen speciális felbontásokat, annak tudom javasolni ezt a rendszert, mert egy egyszerű, összeszedett, jó kis rendszer, igazán csak jót lehet róla mondani. Az, hogy nekem van ilyen hülye elvárásaim, mert az meg az éviesség.